Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Tatai Televízió Tollózó című műsorát látják július 2-án hétfő este. Az elmúlt hét eseményeiből válogattunk Önöknek. Június 25-én hétfő esti adásunkban rövid összefoglalót láthattak a Vízzenevirág Fesztivál programjaiból, valamint sikerült interjút készítenünk a fesztiválra látogató Tankcsapda tagjaival, akik idei turnéjukkal Lukács László 50. születésnapját ünneplik. Hamarosan Tatára látogat egy előadás erejéig a Magyar Állami Operaház, ennek részleteiről sajtótájékoztatót tartottak a Városházán, melyről már június 26-ai híradónkban számoltunk be. Összművészeti program sorozat az Öregtó környezetében 25. születésnapját ünnepelte az idei esztendőben a Vízzenevirág Fesztivál. Könnyű zenei koncertek 4 színpadon, kiállításmaraton, gasztronómiai élmények, vízi látványsók és egy ingyenes 0. nappal kiegészült hétvége, mely a jótékonyságról szólt. Az időnként záporokat hozó időjárás mellett is több 10000-en fordultak meg a fesztivál területen, legtöbben a hétvégén. Ez egy mini dáli. Ennek a szirmait beleszórom. A gasztronómiai élményeket és a virágokat ötvözte egy különleges főzősó a Borvár színpadon. Az ehető virágok használatával, sőt ízével is megismerkedhetett a közönség. Valójában virággal nem lehet jól lakni, kár is egyébként ezt forszírozni, viszont olyan illata és íze van egyik másik kis levélnek, zsenge virágnak, bimbónak, amivel fokozzuk a kulináris élvezeteket, és nekem ez a legfontosabb. Az Öregtó vízén is sok volt a látnivaló, a hagyományos sportprogramok, mint a kékszalag vitorlás verseny vagy az amatőr sárkányhajó kupa is népszerű volt. A sárkányhajó 20 evezősből áll, egy dobosból és egy kormányosból. Az a jó ebbe a sportba, hogy összehozza az embereket, mindegy, hogy hány éves az ember, 9-től 99 évig, és 9-től 99 kilóig is beleülhet az ember, sőt, még azon túl is. Eredetileg a Szentendrei Dunaág látképét színesítették ezek a hatalmas biliárdgolyók, melyek valójában a hajózási ütköző búják mintájára készültek. Vince Otto szokatlan installációja nagy népszerűségnek örvendett, korábban még a Velencei Biennáléra is meghívták. A várakozáson fölül nagy volt a siker. Én azért számítottam rá, hogy egy ilyen látványközpontú, színes, mozgó, vidám, üde nyári installáció az közkedvelt lesz. Így is lett, de hogy a siker az még ezt is megugrotta, az bizonyítja ezt, hogy egy évvel később a Velencei Biennáli idejére a Giudecca sziget partjainál lebegtek már ezek a gömbök, és akkor aztán tényleg el lehetett mondani, hogy nemzetközi figyelem kísérte, nem kis figyelem kísérte ezt az installációt. Azt gondolom és remélem, hogy egy olyan környezetet, egy olyan típusú hangulatot adhat ennek a gyönyörű városnak, amely egy kicsit átértelmezni, egy kicsit fesztivál hangulatba hozza ezt az egész tavat, magát a természeti környezetet, a várat, a fesztivált, és abban reménykedem, hogy a látogatók is díjazzák azt, hogy ilyen erőfeszítésekbe kezdünk mi, civil non-profit egyesületként, és szeretném külön kiemelni azt, hogy olyan alkotást sikerült létrehoznunk, amely semmiképpen nem károsítja a természetet, hiszen ezt a fesztivál után mi vissza fogjuk szedni, és minden marad ugyanúgy, ahogy megszoktuk a régió Tatát, de ez a régió Tata erre a 3 napra egy kicsit feltúsul. A fesztivál a Nagycsaládosok Országos Egyesületével is együttműködik, ennek köszönhetően a regisztrált tagoknak ingyenes volt a belépés, ezzel a lehetőséggel több mint 1000 nagycsalád élt. Az ország egyik legnépszerűbb rockzenekarát éltette a közönség a Kastély téren péntek este. Az 1989-ben alapított együttes minden albuma 2001 óta legalább aranylemez lett. Mióta hallgatok Tankcsapdát? Mióta élek? 20 éve, ja. Olyan 10 éves korom óta kb. Hiába keresel,
a frontember Lukács László 50. születésnapját ünneplő fél évszázad turné egy hónapja indult Budapestről, 20-nál is több helyszínnel az országot bejárva kedveznek a rajongóknak, így most a tataiaknak is. Amikor először lettünk volna ezen a fesztiválon, ahogy te is mondtad, 12-ben, akkor valóban elmaradt a buli. Egy éve később, hál' Istennek tudtuk pótolni, és nagyon vártuk 5 éve elteltével, hogy újra itt legyünk. Értelemszerűen ez egy tervezett turné, nyilván ez a Lukács fél évszázad koncertsorozat, és örülünk annak, hogy sok év után újra itt lehetünk Tatán. Igyekszünk minden nap a lehető legjobbat csinálni, amit csak tudunk. Valamikor jobban sikerül, valamikor talán kevésbé, nem tudom, ezt a közönség dönti el, de mi minden este megyünk fel a színpadra, ahogy Csiri szokta mondani, hogy arra készülünk, hogy éppen meghalunk. Egyébként nálunk tényleg nem úgy működik, hogy kis koncert, nagy koncert, klubkoncert, nagy fesztiválkoncert, kis fesztiválkoncert. Nekünk, hál' Istennek, mind a hármunknak be van az a kapcsoló az agyunkba építve, hogyha a színpad van, akkor ugyanazzal a slunggal megyünk fel. Tehát akkor tényleg igyekszünk a 110%-ot kihozni. Aztán, ahogy Laci is mondta, az vagy összejön, vagy nem. De hál' Istennek tényleg nálunk nincsenek ilyenek, hogy ez ma egy vidéki buli, vagy ez ma egy... Így tudom én, egy klubkoncert, hanem tényleg lehetünk egy 300 fős klubba, vagy egy 40 ezres tömeg előtt, ami itt belül van koncert előtt és közben, az maximálisan ugyanaz. A turnét követő terveikről a zenekartagjai annyit árultak el, jóval több ötletük van, mint amennyit fizikailag megvalósíthatnának, de az biztos, a tankcsapda rajongók jövőre sem fognak unatkozni. Lemi mondta, azt hiszem, ugye ő mondta, hogy ha egy turnénak vége van, az azt jelenti, hogy kezdődik a következő. Ezzel mi elég jól el vagyunk, ezzel a hitvallással. Ráadásul ne felejtsük el, hogy jövőre 30 éves a zenekar, úgyhogy valószínűleg nagyon komoly dolgokkal fogtok találkozni, ami a tankcsapdával kapcsolatos. És jobban fogunk kinézni, mint most. A turné helyszínei közt szeptembertől németországi és holland városok is szerepelnek. Tataváros önkormányzat képviselő testülete tartotta ülését a múlt héten a tárgyalás legfontosabb napirendi pontjairól és a meghozott döntésekről hosszabb összefoglalóban számoltunk be. A képviselőtestület ülésen 21 napirendi pontot tárgyaltak meg, és pontban 12 órakor fejezték be a munkát. A napirendi pontok előtt tájékoztató hangzott el a megüresedett képviselői mandátum betöltéséről, amelynek előterjesztője Markos Anikó, Tataváros-helyi Választási Bizottságának elnöke volt, aki elmondta, hogy Király István jobbikos képviselő halála miatt, aki kompenzációs listán lett a képviselőtestület tagja, helyére Mikl Miklóst, a listán második helyen álló képviselőt nevezték. Ezt követően Mikl Miklós önkormányzati képviselő eskütételére került sor. Az év közszolgálati dolgozója díj átadása is megtörtént, idén Takácsné Szabó Mária pénzügyi ügyintéző vehette át a kitüntető címet. A napirendi pontok tárgyalását ezúttal is rendelt alkotással kezdték. 3 rendeletet módosítottak, elsőként az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletet. Először is még hadd kanyarodjak vissza napirend előttéhez, mind a két napirend előtt szereplőnek szívből gratulálok, az új képviselő úrnak és kolléganőnknek. Hivatal munkatársa, illetve városban dolgozó közhivatalnokok közül minden esztendőben a testület választ egy személyt, akit külön is kitüntetünk az év közszolgálati dolgozójaként. És az idei esztendőben kolléganő került az előtérbe, és a képviselőtestület legutóbbi ülésén őt választotta ki erre a kitüntető címre. Szívből gratulálunk neki is, és további jó munkát kívánunk. A testületünk a legutóbbi alkalom akkor már tárgyalta azt az előterjesztést, amiben a lakásaink bérbeadásával kapcsolatos rendeletünket szerettük volna módosítani. Itt az új helyzet állt elő, hogy egyrészt hála a jó Istennek egyre többen vannak azok, akiknél nem csak egy, hanem akár már két kereső is van a családban, akik nem közfoglalkoztatásból vagy segélyből élnek, hanem rendes piaci munkahelyük van, és az a jó dolog látszik a városban is, bocsánat, az árójelért nem csak a lomtalanításban, ahol másfélszer annyi lomot tettek ki a tataiak az idén, mint tavaly, és ezért lényegesen többbe került maga az elszállítás is a városnak. Tehát nem csak ebben, hanem ebben is jól látszik az, hogy valóban fejlődés van Magyarországon, valóban fejlődés van Tatán is,
alacsony a munkanélküliség, és egyre jobban keresnek, hála Istennek, egyre jobban élnek a családjaink is. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szociális támogató rendszerünket ehhez a helyzethez mindig igazítsuk, ezért a lakásbérletről szóló rendeletünket több ponton módosítottuk a mostani ülésünkön. További két rendeletet is módosítottak, az egyik a településfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódott, a másik pedig az Eszterházy Miksa Viator sportösztöndíjhoz. A sportösztöndíjunk egy nagyon kedves történet lett a városban. Eszterházy Miksa volt az, aki Magyarországon az atlétikát és a boxot meghonosította, és egyáltalán a Magyar Olimpiai Bizottság egyik alapítójáról van szó, aki Tatai Eszterházy, és ez a Viator volt a beceneve, gyaloglót jelent, ő futó atléta volt. Ennek az Eszterházy Miksának a nevét felhasználva hoztuk létre a sportösztöndíjunkat, amelyben olimpiai sportágban tatai versenyző válogatotti szereplését szeretnénk támogatni. Tehát azok pályázhattak és pályázhatnak, akik tatán sportolnak. Most azzal egészítettük és módosítottuk, hogy nem csak a tatai lakcímmel rendelkezőket vettük bele, hanem akik tatai sportegyesület igazolt sportolói, és így kerültek be a válogatottba, és ott is tatai színekben szerepelnek a válogatott keret tagjaként. Nekik is szeretnénk ezt a lehetőséget biztosítani, ez egy havi 40 ezer forintos sportösztöndíj, aminek az a célja, hogy itt tartsuk Tatán ezeket a versenyzőket, és ne menjenek el budapesti vagy egyéb nagy sportegyesületbe, hanem hozzanak Tatának dicsőséget azzal, hogy világversenyen Magyarország színeiben egy kicsit Tatát is képviselve vannak ott. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak beszámolója éves tevékenységükről hangzott el ezt követően, de szó esett a költségvetési többletigényekről is. A beszámolót köszönöm a felügyelő bizottságoknak. Minden cégünk felügyelő bizottsággal működik, és ilyenkor a felügyelő bizottságok a saját működésükről adnak egy tájékoztatást a testület számára. A költségvetési igényekkel kapcsolatban került sor most arra a döntésre, amelyben a kisebb sportegyesületeknek közvetlen támogatást nyújtottunk, így az OMS Iron Trade Vivo egyesületünknek, a kajakkenu szakosztályunknak, a kosárlabda sportegyesületünknek, a kőkutisasok diák sportegyesületnek és két civil szervezetnek is, a két legnagyobb nyugdíjas szervezetünknek, a Tatai Nyugdíjas Klubnak, illetve a Honvéd Bajtársi Klubnak külön is támogatást nyújtottunk, valamint az óvodáinknak évközben fölmerülő újabb, kisebb vagy nagyobb eszköz vagy fejlesztési igényeiket bíráltuk el. A Városkapu ZRT tevékenysége is szóba került, két apropója volt, egyik a lefolytatott állami számvevőszéki ellenőrzés volt, a másik pedig a Tatai Ötvös Gimnázium és Kollégium fenntartó jogának átadása. A Városkapu ZRT-nket, ugyanúgy, ahogy a Városgazda cégünket is, illetve korábban a múzeumot is az állami számvevőszék vizsgálta, nagyon helyesen, én örülök ezeknek a vizsgálatoknak, mert mindig segítenek nekünk, hogy tudunk még jobbak lenni. A Városkapu esetében is több megállapítást tett az ÁSZ, ezekre egy intézkedési terv készült, ezeknek a végrehajtásáért felel a vezérigazgató úr, illetve én, és ezeknek a végrehajtásáról hozott most döntést a testület. Az Ötvös Gimnázium témájáról is több alkalommal tárgyaltunk már. Itt a mai napon sikerült elfogadnunk azt az átadás-átvételi megállapodást, amelyben a Városkapu ZRT átadja a tankerületnek az Ötvös Gimnáziumot, és mint aláíró ott szerepel rajta a gimnázium igazgatója, illetve a város, mint a Városkapu ZRT tulajdonosa. Ezért kellett ezt a testületnek is jóvá hagynia. Ez egy hosszú tárgyalásnak az eredménye, ez a szerződés. Eljutottunk erre a pontra.
az idei esztendőben szeptember 1-től az Ötvös Gimnáziumnak nem a Városkapu ZRT a fenntartója, hanem a tankerülete. Városrendezéshez, vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó elterjesztések sorában 11-et tárgyaltak, ezek közül is többek között a települési arculati kézműkönnyel kapcsolatos döntés volt érdekes. Valóban egy olyan új feladatunk van, amelyet minden egyes településnek el kell végeznie. Egy települési arculati kézikönyvet készített a város. Fölkértünk erre szakembereket, és a megadott szempontok alapján, mert van ennek egy formai követelménye, végül is most az első nagy feladatrész elkészült, ez a úgynevezett lehatárolás, ami azt jelenti, hogy a város térképére, ha felülről ránézünk, akkor bizonyos területeket mindannyian tataiak is ismerjük, meg tudjuk, el tudunk választani egymástól. Mondjuk a tömbös beépítettségű területeket, vagy panelos beépítettségű területeket a lakóparki részektől, vagy a kertvárosi részeket a falusias övezetektől. Ez a feladat most elkészült, ennek a leírása is megvan, és a rá jellemző tulajdonságok, szempontokat is összefoglalták a szakértők. Most erről döntött a testület, hogy ez így jól van. Jövő héten egy bizottsági ülésen folytatjuk ezt a munkát, és már a következő fejezeten dolgozik a szakértői csapat. Azt remélem, hogy hamarosan ennek az arculati kézikönyvnek a majdnem végleges változata elkészül, de már folyamatában ezt föltesszük a honlapunkra, tehát az a kérésem, hogy például ezt a ma tárgyalt részt már megismerhetik a tataiak, tegyék meg, hogy megnézik, elolvassák és hozzászólnak. Ez egy populáris stílusban, tehát egy könnyen érthető, emészthető formában megfogalmazott, mégiscsak szakmai anyag, de mindenki számára érthető szövegezéssel, fényképekkel, képekkel kiegészítve, ábrákkal kiegészítve, úgyhogy várom hozzá a tataiak észrevételeit. Személyi ügyekben két napi rendi pontot tárgyaltak, intézményvezető pályázat elbírálása történt meg a tatai gesztióvodánál, illetve javaslat hangzott el a Humán és Ügyrendi Bizottság megüresedett helyének betöltésére. Vas Judit óvodavezető asszonyt választotta meg újra a képviselőtestület a gesztióvoda óvodavezetőjévé. Ehhez az óvodához tartozik az Agostyáni tagintézmény is. Tulajdonképpen ilyen értemben két óvodának a vezetője újra Vas Judit. Én szeretném megköszönni nem csak neki, hanem az óvodában dolgozóknak is az eddigi munkát, és minden egyes ilyen újraválasztás vagy új vezető kijelölése egy talán alkalmat, meg esélyt, meg lehetőséget ad arra, hogy egy újabb lendületet vegyen az intézmény. Én ezt kértem óvodavezető asszonytól kifejezetten is két területre. Az egyik a szülőkkel való még szorosabb kapcsolattartás. Jól értsék a kedves televízió nézők, de úgy fogalmaztam, hogy a szülőnevelés is feladata már egy óvodának. Nagyon sok olyan fiatal szülő van, akinek segítségre van szüksége ahhoz, hogy tényleg jól végezze el azt a családfői, családanyai szerepet, feladatot, amely a gyermekek nevelését jelenti, illetve a problémájuk, gondjuk esetén az óvodának segítenie kell. A másik pedig, hogy a gyerekeink szempontjából egyre több sajnos azok a problémás gyerekek, a különböző nehézségekkel küzdő gyerekek, és itt most nem fogyatékosságról beszélek, csak olyan is van, hanem olyanok, akiknek valamilyen viselkedés zavaruk van. Ez nagyon sok plusz feladatot, plusz munkát jelent az óvoda számára, óriási terhet jelent némelyik gyerek ilyen szempontból az óvodának. Ezekre pedig szakmailag jól fel kell készülni, és a kiégés ellen az óvónőket, óvodapedagógusainkat, mert van a városban két fiú óvó bácsi is, meg kell védenünk, úgyhogy ez egy külön feladata minden óvodavezetőnek. Tájékoztató hangzott el a képviselőtestület által alapított közalapítványokról, így a Szociális Háló közalapítványról, a Tatai Mecénás közalapítványról és a Tatai Televízió közalapítvány munkájáról is. A közalapítványaink a város által létrehozott közhasznú szervezetek, alapítványok. Köszönöm szépen mindegyik kuratóriumnak az áldozatos munkát. Igyekszik a város anyagilag ezeket a közalapítványainkat támogatni.
annak a támogatásnak a felhasználása tulajdonképp az, amiről most beszámoltak az egyes kuratóriumok. Köszönjük szépen ezt a munkát nekik. Tájékoztató hangzott el az Európai Uniós pályázatokról, ez rendszeres napi rendi pontja a képviselőtestületi üléseknek, miként tájékoztató hangzott el a Tata kis térségi időskorúak otthona tevékenységéről és a Szociális Alapellátó Intézmény tevékenységéről. A pályázatainkkal kapcsolatban minden testületi ülésen kérem a kollégáimat, hogy foglaljuk össze, hogy hol tartunk. Minden képviselőnek lehetősége van nagyon precízen követni a pályázataink sorát. Ennek a beszámolónak az a lényege, hogy a pályázataink éppen milyen stádiumban vannak. Most több pályázatunk is közbeszerzés kiírása alatt van. Én nagyon remélem, hogy lesznek sikeres közbeszerzéseink most már végre, és megindulhat az építők parkja, vagy a kőfaragóház, vagy a bölcsöde megújítása. Ebbe a sorba egyre több pályázat fog most már bekerülni. Komoly gondot jelent az, hogy nagyon megemelkedtek időközben az építési költségek. A pályázati költsége vagy összeg meg nem emelkedett ehhez. Tehát ez egy nagyon nagy fejtörést jelent a számunkra, és itt egy komoly munkába vagyunk, hogy hogyan tudunk esetleg a pályázatokon úgy a tartalmán egy picit csökkenteni, átalakítani, hogy az eredeti terv létrejöjjön, legfőjebb valamilyen más műszaki megoldással, olcsóbb műszaki megoldással, de mégis maximálisan annak a projektnek a használhatóságát biztosítanunk kell. A szociális intézményeinknek, az otthonnak és az alapellátónak a beszámolóját pedig ellenzéki képviselőtársaim kérték. Szeretném elmondani, hogy azért nincs általában a tatai testületi ülésen ezeknek az intézményeinknek részletes beszámolója, mert ez a kistérség fenntartásában működik, tehát a kistérségi tanácsüléseinken történik meg ez a beszámoló. Ott hangzik el mind a pénzügyi, mind a szakmai beszámoló, és hagyja jóvá a kistérségi polgármesterek köre. Ennek ellenére nagyon nagy örömmel hoztam be ezt a napirendet, és egy szóbeli részletes tájékoztatást kaptunk mind a két igazgatótól. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon meg kell köszönnünk mind a szociális otthon, mind az alapellátó minden munkatársának és vezetőjének azt az áldozatos munkát valóban, amit az időseinkért, fogyatékosainkért, betegeinkért, nehéz helyzetben lévő polgárokért itt a városban tesznek, úgyhogy Isten áldja ezt a munkát meg. A képviselőtestület által alapított városi kitüntetések 2018. évi odaítéléséről zárt ülés keretén belül döntött a testület. Ezt követően pedig a polgármester elmondása szerint a következő testületi ülésre majd szeptemberbe kerül sor, a nyári szünet alatt viszont vélhetően lesz még rendkívüli ülés is. Jó eséllyel, azért nyarunkat nem tudjuk átvészelni rendkívüli testületi ülés nélkül. Várhatóan a pályázatainkkal kapcsolatban, ha lesz olyan döntési kényszer, akkor ott haladéktalanul össze fogom hívni a testületi ülést. Egyéb témáról most így hirtelen nem tudok. Jó lenne például mondjuk arról is döntenünk, hogy komoly vevők jelentkeznek a fényesfasori telekre, és erről kell döntenünk, akkor ebben az ügyben is örömmel ülünk össze, vagy az ipari parkba érkezik egy vevő, aki szeretné az ingatlanunkat megvásárolni, abban az esetben is azonnal ülésezni fogunk. És hát természetesen ilyenkor így nyár elején mi mást mondhat az ember, mint hogy egyrészt majd augusztus 20-ai ünnepségre nagy szeretettel hívunk mindenkit, de addig is, meg még azután is jó nyaralást kívánok minden tatainak. Múlt hét csütörtökön, június 28-án láthatták, hogy teljesítették a különböző hosszúságú kihívásokat katonák és civilek a Szent László menet keretében, és hogyan ünnepeltek az egészségügy dolgozói a Semmelweis napon. E napon adták át a megye gazdaságáért kitüntető címeket is városunkban, azon vállalkozásokat díjazták, akik kiemelkedően teljesítettek az elmúlt időszakban. A regisztrációnál kihelyezett térképeken is ellenőrizték még egyszer az útvonalat az indulók. A Szent László menet a hivatásos katonák és a civilek körében is népszerű kihívás. Egyrészt azt hiszem, egy ember évente egyszer legalább próbálja meg magát, másrészt a csapat miatt,
harmadrészt pedig már többször próbáltuk, és mindig nagy élmény volt. Most is akkor csapatban indult? Igen, négyen indulunk egy csapatba. Miért jobb csapatban menni egyébként, mint egyénileg? Egyrészt hozzá kell szokni a többiekhez, másrészt, ha baj van, akkor a többiek tudnak segíteni. Harmadrészt pedig társaságban jobban telik az idő. A sikeres szintidők teljesítéséhez elengedhetetlen a jó fizikum 20, 30, 50 és 70 kilométeres távokon. A részvétel így azoknak is hasznos, akik éppen edzésben vannak és a nyári őszi versenyekre készülnek. Tegnap találtuk ki edzésen Domonkos tanítványom, Roth Bazsival, hogy lesz ez a túra, illetve futás, jöjjünk el egyet edzeni, aztán csapatba tanítvánnyal bevállaltuk, meglátjuk. Össze lesznek OB különböző távokon, például félmaraton, meg 10 kilométer, és ezekre edzem most. Igazából nyarat ezzel töltöm, most érettségiztem, és most szabad vagyok, úgyhogy pár hónapig. Szent László a lövészek védőszentje, e napon a 25. Lapkagyőr lövészdandár is különböző programokkal ünnepel. A menet évről évre egyre népszerűbb, idén már körülbelül 250 indulóval számoltak. Nyilván van ennek egy olyan funkció is, hogy kicsit közelebb hozzuk a civil társadalmat a katonákkal, beszélgessenek közbe, gyalogoljanak közbe, kérdeznek a mi munkánkról, mi kérdezünk az ő munkájukról, tehát ez egy nagyon jól működő dolog, én azt gondolom. Arany, ezüst, bronz és a 20 kilométeres távot teljesítik a versenyzők, különböző szintidőket kell teljesíteniük, és hát azt mondhatom, hogy az egész Gerecse hegységet bevesszük, és hát aki járt már valaha életében a Gerecsében, az tudja, hogy ott azért vannak emelkedők. A versenykírásban beleírtuk, illetve hát katonák ezt tudják, hogy mi úgy hívjuk, hogy egy-egy napos zsákot visznek magukkal, tehát cserezokni, cserepóló, esőfelszerelés, napi vízmennyiség, és minden olyan dolgot, amit egy-egy napos feladatra vinnie kell egy katonának. Az idei menet ráadásul nemzetközi lett, a néhány nappal ezelőtt a dandárhoz érkezett amerikai század tagjai is azonnal jelezték részvételi szándékukat. A Magyar Egészségügy napja, azaz a Semmelweis nap alkalmából gyűltek össze a helyi egészségügy dolgozói. A július 1-én Tabánban született magyar orvos, az anyák megmentője, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyilágy leküzdésében. Munkássága ma is jelképe a szakma melletti kitartásnak és elhivatottságnak. Ilyenkor fehér asztal mellett kötetlen környezetben jól esik nekünk is elbeszélgetni, és nem csak a szakmai dolgokról, hanem az egyéni dolgaink is előkerülhetnek. Természetesen nem megfeledkezve arról, hogy milyen jelentős ünnep a mai, hiszen jubileumi ünnep, 200 éve született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. Ő az az ember, akitől megtanultuk, hogy a gyógyítás nem szakma, hanem hivatás. Mindvégig betegeinek érdekét tartotta szem előtt, és mikor jelentős fölfedezését ugye megtette, amivel anyai életeket mentett, meg nem értésre találta környezete részéről, és természetesen ennek ellenérdektábor volt a hátterében. Budapestre kellett hazajöjjön azért, hogy igazának érvényt szerezzen, és ennek az igazságnak a rögös útját ő végigjárta. Nem érte meg az 50 évet sem, és egy világra szóló felfedezése miatt egész életében a saját társai, a saját orvos társadalma egy része, mert nem mindenki, hála Istennek, egy része folyamatosan vegzálta, és mégis ekkora ajándékot tudott a tudásával, az odafigyelésével adni a világnak. Benne természetesen Magyarországnak nagy-nagy köszönettel tartozunk tehát neki, és rajta keresztül a magyar orvos közösségnek, magyar egészségügyi dolgozóknak, az ápolóknak, a nővéreknek, mindenkinek, aki bármilyen módon is, de azon dolgozik, hogy megmentsen bennünket, lelkünket, a fizikumunkat, a testünket. Ezért hálásnak kell lennünk. Nagy köszönet minden egészségügyi dolgozónak, a Jóisten éltesse őket és adjon erőt nekik a további munkához.
8 díjat adtak át a Komárom-Esztergom megye gazdaságáért kitüntető címek ünnepélyes rendezvényén. A címet olyan megyei vállalkozók kapták, akik kiemelkedően teljesítettek az elmúlt években. Nagyon büszkék vagyunk a tatai vállalkozókra, mindegyik őknek szívből gratulálok, akik ma kitüntetésben részesedtek. Azért is, mert valóban az a régi dilemma, amit az elődeim is már vívtak, hogy vajon Tatát turizmus szempontjából kell fejleszteni, vagy a gazdaság egyéb ágazata, ipar szempontjából, mezőgazdaság szempontjából kell fejleszteni. Ez talán úgy dől el, hogy elsősorban a tataiaknak munkahelyet kell fejleszteni. Ha a turizmus tud olyan ütemben munkahelyeket teremteni, hogy a családok biztonságban meg tudnak élni, és még a város is gazdagszik, akkor az a helyes út. Ha a másik, akkor a másik. Mi úgy gondoljuk, hogy mind a kettő kell. A adóbevételeinkből láthatóan azért a turizmusból származó adóbevételeink az mondjuk egy szép dísz a sapkánkon, de sajnos nem sokkal több még mindig egyenlőre. Durván 5%-a a tatai adóbevételnek származik a turisztikai bevételekből. Tehát elsősorban az ipar és a vállalkozások hozzák azt a bevételt, amiből a város meg tud élni. Így különösen is fontos az ipari fejlesztéseknek a támogatása, ipari park, ipari területek fejlesztése, de a legfontosabb, amiről ez a mai nap szólt, hogy a humán tőke, a humán erő fejlesztése is folyamatos legyen. Az ünnepélyes átadón dr. Bitei Márton őrs az Agrárminisztérium államtitkára tartott előadást. Talán inkább itt a megyében van ennek nagyon nagy jelentősége. Átvitt értelemben lehet országos jelentősége is, mert ha mindenki ezt csinálja, akkor azért ez kialakít egy jó hangulatot, és mégis jól esik az embernek, egy vállalkozónak, vagy a saját előre menetele mellett családoknak ad munkát, és ezt egyébként a köz is észreveszi, egy önkormányzat, egy megyei önkormányzat, vagy egy települési önkormányzat is. De összességében ennek inkább azt hiszem az az üzenete, hogy érdemes jól dolgozni, érdemes becsületesen dolgozni, és aki jól és becsületesen dolgozik, és közben szép eredményeket tud felmutatni, és nagy tempóban gyorsan tud előre haladni, azt azért észre is veszik, és kitűnik az adott térség gazdasági életébe, és őket ki is tüntetik. Múlt héten utoljára pénteken számoltunk be önöknek friss hírekről. Tatán rendezték meg a 7. országos határrendészeti járőrversenyt. A csapatoknak elméleti és gyakorlati tudásukat is bizonyítani kellett. Nem éri meg kockáztatni, szigorúan ellenőrzik ugyanis az illegális halászatot az öregtó környékén. Világszerte egyre népszerűbb kezdeményezéshez csatlakozott most egy tatai virágbolt is, a Virággal egy mosolyért program keretében. Lassan közelítette meg a Szomódi gyakorlótéren kijelölt leszállóhelyét ez a rendőrségi helikopter, nem klasszikus szolgálatot teljesített, az országos határrendészeti járőrverseny egyik feladatához használták. A megmérettetésnek idén először lehetett házigazdája Komárom-Esztergom megye, és mivel Tata környékén több helyszínen is zajlott a verseny, a helyi lakók akár lövéseket is hallhattak a délelőtt folyamán, és a szokottnál jóval több rendőrautóval találkozhattak a közúton. Milyen hagyományokra rendelkezik ez a 7. országos határrendészeti járőrverseny? Itt az ország valamennyi megyei rendőrfőkapitányság, a központi szervének a határrendészei magukat meg tudják mérettetni egy ilyen versenyen. Részben fizikai előpróbák vannak és szakmai feladatok vannak, meg kell oldaniuk. Ebben van tesztírás, lövészet, autóügyességi verseny, különböző szituációk, amiket meg kell oldaniuk. És minden mellett meg megismerkednek egymással. Tehát itt az jelen pillanatban 19 csapat versenyez az ország különböző részeiről, és van közöttük egy szlovák csapat is, akit meghívtunk erre a versenyre. A megyei kapitányságokat képviselő háromfős csapatuk előtt változatos kihívások álltak, ilyen volt például az autók takarásából lövés, vagy egy állomással arrébb egy autós ellenőrzése. Ez a határon is pontosan ugyanígy történne. Legyen szíves, ezt a napellenőrt tolja fel. Köszönöm szépen, a poklócot nyelvi. Azt gondolom, hogy a rendőrségen sok speciális feladat van. Sorolhatnánk, hogy mik vannak. Ez a határon, ez csak egy ága a rendőrségi munkának. Van egy olyan csapatunk, egy olyan egységünk, akik főleg ugye a külső határokon végezik ezeket a tevékenységeket, de vannak itt a belső határokon is határrendészeti osztályok, alosztályok.
Hát erre hosszan tudnék beszélni, ez inkább szakmai dolog, hogy miben különbözik ez egy általános rendőri munkától. A 19 induló közül legkiválóbban a Győr-Moson-Sopron megyei kapitányság csapata teljesítette a feladatsort, második helyen a Hajdú-Bihar megyei rendőrök végeztek, még a dobogó harmadik fokára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem résztvevői léphettek fel. A Komárom-Esztergom megyei csapata Fair Play jegyében a Szlovákiából érkezett vendégek a magyar jogi szabályozások specialitása miatt versenyen kívül indultak, de így is hasznos tapasztalat volt számukra a megmérettetés. A Tatai Üregtó Halászati Kft.-t az önkormányzat 2016-ban alapította halgazdálkodási feladatok ellátására. A halak telepítése már januárban elkezdődött, melyeket több szakaszban végeztek a szakemberek. Az állatok gyarapodását pedig rendszeres próbahalászattal tudják nyomon követni. Megnézzük, hogy hova jutottak idáig a kitelepített halaink. Mintegy 450-470 mázsányi halat helyeztünk ki a tóba, 38-39 dekás átlagsúlya, és azt ellenőrizzük most a próbahalászatta, hiszen nem látjuk a halat egyébként, hogy mire jutottak, mennyire gyarapodtak. Körülbelül most van vége, jó hete volt vége annak a viszonylag intenzív, gyors növekedésnek, ami a tóban képződő természetes táplálékból adódik. Ezek a planktonok, szúnyoglárvák és még hasonló haltáplálék szervezetek, és most kezdtünk el takarmányozni. Ilyenkor megnézzük a hátukat, mennyire teltek, mennyire vannak jó kondícióban, kopótjuk, hogy nincs valami felragódás probléma. Egyáltalán milyen az egészségi állapotuk, hogy néznek ki. Az állomány védelme érdekében nem csak a halakat ellenőrzik időről időre, az elmúlt hetekben többen is próbálkoztak illegálisan horgászni, halászni a tóban. A 2013-ban létrehozott, majd 2017-ben módosított erre vonatkozó törvények értelmében azonban halastóban nem lehetséges a horgászat. A Tatai Üregtóban nem lehet horgászni. Ezt a horgászatot, illetve ezt az illegális horgászatot megakadályozandó a Kft. Rendelkezik halászati őrökkel. A halászati őr kollégáink hivatalos személyek, hivatalos feladatot ellátó személyek, ők járják a tavat naponta többször is körbe, és megakadályozzák az illegális horgászatot. Június hónapban 11 személy ellen intézkedtek a halászati őrök, mind a 11 személy ellen feljelentést tettek. Nagyon jó kapcsolatunk a rendőrséggel, mindig rendőrségi eljárást kezdeményezünk, és tulajdonképpen utána a bíróságon folytatódik az ügy. Mindenkinek azt tudom mondani, hogy nem éri meg az orvhorgászat, az orvhalászat, mert a két kifogott halér is nagy büntetést kap az elkövető. A halászati őrök minden esetben igazolják magukat, hiszen ők hivatalos személyek. A halászati őröknek a ruháján is kiírásra került a rendészeti feladatokat ellátó személyi felirat, illetve igazolvánnyal, illetve egy olyan, mint a rendőröknek van egy ilyen jelvénnyel igazolják, hogy ugye ők ezt a feladatot elláthatják, erre a feladatra van jogosítványok, jogosultság. A halászati őrök egyébként más cselekmények miatt is kérdőre vonhatják a szabálytalankodókat az Üregtó körül, ilyen például, ha valaki járművével behajtási engedély nélkül tartózkodik a sétányon vagy a vízparton. A város lakóit meglepjük egy gyönyörű szép kis csokorral, amit a virágkötőink készítettek szívvel, szeretettel. Már az autóban várakoztak azok a virágcsokrok, amelyek egy hatalmas mosolyt varázsolnak majd a szemfüles megtalálójuk arcára. Idén ugyanis ismét csatlakozott a virággal egy mosolyért megmozduláshoz, amikor a helyi virágkötők csodaszép csokrokat rejtenek el a város különböző pontjain, az arra járóknak pedig nincs más dolguk, mint készíteni egy képet a virágokkal, majd hazavinni azt. Egy nemzetközi kezdeményezés már majdnem 20 éve külföldön divat ez a dolog. Magyarország 2014-ben csatlakozott a Fogadj, akkor még Fogadj örökbe címmel. Virágcsokrokat helyeztek ki a parkokba, közterekre, kis üzletek elé, csak azzal a szándékkal, hogy azt megtalálja valaki, hazavigye, örüljön, mosolyogjon neki, vagy odaadja valakinek, akit nagyon szeret. A virágkötők ezzel szeretnék egy picit, egy icipicit promotálni talán azt, hogy virágot adni és kapni is nagyon jó, hogy tessék mindig gondolni valakire, és ezt így odaadni. Úgyhogy 2014 óta Magyarország is csatlakozott, és azóta mi is kitesszük a virágokat a közterekre. Minden évben, mindig június 28-án, ez egy adott időpont, hogy mindig ugyanakkor van.
Be van egy picike kis kártya a csokrokon, a vázatartókon, amire a hátuljára rá van írva, hogy tulajdonképpen csak el kell fogadni, és nagyon kell neki örülni, és a hátulján rajta van annak az üzletnek a címe, akik készítették, a virágkötők, vagy az üzlet címe, oda a Facebook oldalon, vagy bármilyen elérhetőségen egy mosolygós képet visszaküldeni, vagy annak, aki megtalálta, vagy akinek adtuk, és ezzel mi is örülünk, tehát az a mosoly körbeér is visszajut hozzánk, hogy mi is örömet szereztünk egy effektíve idegen embernek. Bár sokan csak messziről szemlélték a csokrokat, nem kellett sokáig várni az első virágvadászra. Nagyon szuper, most már ez ilyen hagyomány, mert már harmadik éve keresem így a csokrot, úgyhogy tök jó érzés. Ilyenkor körbe szoktam menni, és akkor egyet felveszek, a többit meg csak az az öröm, hogy megtalálom. Én például nagyon szeretem a virágokat, úgyhogy ez mindig egy ilyen boldogságérzés, meg maga a keresés is egy ilyen örömmel jár szerintem. Idén június 28-án 20 gyönyörű virágcsokorra bukkanhattak a figyelmes járókelők. Azok pedig, akik nem találták meg a színpompás csokrokat, jövőre ezen a napon ismét megpróbálkozhatnak vele. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Július 2-án hétfő este a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látták. Műsorunk legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezik, de addig is kövessék figyelemmel napi híreinket. Én szép estét kívánok, viszontlátásra!